Mikor jött rá arra, hogy becsapták? Hát kérdez szépen, ez körülbelül olyan február-március táján, amikor a program elkészült, és aztán utána már a kampányban mindenki elszabadult, és akkor aztán már jöttek az ilyen nagy lózunkok, hogy megnyerjük a választást, meg a Jobbik lesz kétharmados többségben. Akkor már lehetett látni, hogy az arány, a politikában nagyon fontos dolog az arányosság megtartása, hát úgy mondjam, azt elveszítette ennyi. Azt mondta ön egy sajtótájékoztatón, hogy a szavazatok 25-30%-ára számít a Jobbik. Ez Somogy megyére értette, vagy az egész országra? Ezt Somogy megyére értettem, az országban ennél lényegesen jobb arányra számítunk. Mármint, hogy a 25-30%-nál? Így van. Vannak olyan megyék, ahol biztos, hogy fölényes győzelmet fogunk a listákon aratni, és nagyon sok egyéni győzelmünk is lesz. Akkor, mivel hogy ön a számok embere, elméleti matematikusként, akkor azért mégiscsak beszéljünk egy kicsit a számokról. Azt mondja, hogy a 25-30%-nál jobbra számítanak országos szinten. Igen. Ez mit jelent számszerűen? Hány százalék? Meg szeretnénk nyerni a választásokat. Ez a célunk. De az hány százalékot jelent? 50+1. De ezt komolyan mondja most? Nagyon komolyan. Aztán utána már a kampányban mindenki elszabadult. Az országban ennél lényegesen jobb arányra számítunk. Mármint, hogy a 25-30%-nál? Így van. És akkor aztán már jöttek az ilyen nagy lózunkok, hogy megnyerjük a választást. Meg szeretnénk nyerni a választásokat. De ezt komolyan mondja most? Nagyon komolyan. Az arány, a politikában nagyon fontos dolog az arányosság megtartása, hát úgy mondjam, azt elveszítette. Április 11-e messze van, nagy meglepetés lesz.